Elfogták a torontói gázolásos merénylőt, a rendőrség szerint a 25 éves férfi nem tagja terrorszervezetnek. Közben 10-re emelkedett a támadás áldozatainak száma, az egyik sérült meghalt a kórházban. Mécsesekkel és virágokkal gyászolják az áldozatokat a torontóiak a hétfői gázolásos merénylet helyszínén. A férfi egy bérelt kis busszal hajtott a járókelők közé, csak nem másfél kilométeren keresztül. Bár a támadó az elfogás előtt fegyvert fogott a rendőrökre, lövés végül nem dördült el. Nagyon megrémültem, láttam, ahogy a fehér mikrobusz felhajt a járdára és elüti az embereket. Azt is láttam, hogy az emberek a földön fekszenek és minden csupa vér, mondja a merénylet egyik szemtanúja. Az elkövető motivációjáról egyelőre nem sokat tudni, a rendőrség azonban szándékos gázolásként kezeli a történteket. Hivatalosan annyit közöltek, a férfit Alec Minassiannak hívják, 25 éves, és nem Torontóban, hanem Richmond Hillben él. A szemtanúk szerint a sofőr hol a járdán, hol a szembe jövő sávban vezette az autót. Nagyon világosan látszik, hogy szándékos volt a tette. Az elkövető azonban nem szerepelt egyetlen nyilvántartásunkban sem, mondta a helyi rendőrfőnök. Szándékosságra utal az is, hogy a 25 éves férfi a letartóztatása során egy fegyvernek látszó tárgyat vett elő, a felé közelítő rendőröknek pedig azt kiáltotta, öljetek meg. Végül a rendőrök elfogták. A férfi ismerősei azt mondták, csendes, visszahúzódó emberként ismerték meg, aki korábban egy kisegítő iskolában végezte tanulmányait. Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök tragikus és értelmetlen támadásnak nevezte közleményben a történteket. A hatóságok pedig közölték, az incidenst elszigetelt esetnek tekintik, és nem emelik meg a terrorkészültség szintjét.